Újabb három felkészülési mérkőzésen van túl a Marsó Nyíregyháza, amely a szlovákiai Svitben elsőként a cseh Svitavi ellen lépett pályára, és szenvedett 86-79-es vereséget. A második találkozó a házigazdák csapata ellen rendhagyóra sikeredett, a nyíregyháziak a 38. perctől a kipontozódások miatt négyen maradtak a pályán, és kétszeri hosszabbítás követően 107-104-re kaptak ki a Svittől. Az első mérkőzésen úgy érzem, hogy nem úgy játszott a csapat, ahogyan kellett volna. Ezután kaptak egy elég nagy dorgálást, nem hiszem, hogy az a hozzáállás vezet majd ahhoz az eredményhez, amit mi szeretnénk elérni. Aztán a második mérkőzésre megváltozott minden. A hazai csapat ellen nagyon szépen összeállt a játékunk, és szépen küzdöttünk, vezettünk végig a találkozón, mindaddig a percig, amíg négyen nem maradtunk a pályán, és ekkor egy kicsit megtorpant a csapatunk lendülete, de azt hiszem, hogy a kosárlabdában ritkán látható módon négy játékosunk, akinek az átlag magassága, nem tudom, hogy kijön-e 190-re, tehát úgy voltunk a pályán, hogy Brane Savic, Bús Iván, Kósa Tamás és Molnár Marci játszott öt játékos ellen, ahol az ellenfél csapatában nem tudom pontosan 5 vagy 6 légiós is szerepel egyébként. A lényeg, hogy az első hosszabbítást 11-11-re hozták, sajnos a második hosszabbításban 9-6-ra alul maradtak, de azt hiszem, hogy az így is elég szép teljesítmény. A harmadik mérkőzésen a nyíregyháziak 90-82-re legyőzték a már tornagyőztes cseh Jindřichův Hradec csapatát. Savicsék szerdától a 46. Göcsei kupán szerepelnek. Nem szeretnék játszani mindent abból, amit a csapat megtanult a felkészülés során a taktikai repertoárból. Igazából alapjátékokkal szeretném lejátszani ezt a néhány mérkőzést. A legfontosabb, hogy a játékosaim pályán legyenek, szokják az egésznek a hangulatát, és ennek ellenére azért, hogy nem használunk mindent, kontrolláltan játszanak, és azt szeretném igazából, hogy csak azt mutassák meg, amit már tavaly is lehetett látni a csapatból. A Marsó Nyíregyháza a házigazda az Alegerszeggel, a Szombathelyen és a szlovák Komárnóval került egy csoportba. Nem tart a csapattal Nikola Jovanovics, akitől elköszönt a klub vezetése, helyette egy amerikai játékos tesztel majd a szakmai stáb.